Ilenia run rozmarin vosa za bloko. Jo ide šokot astom fastom alatta. Még a demiéni vagányok is dalra fakadtak örömükben. Néhány napja adták át az Eger-Szalóki kerékpárutat, mostanra pedig közel 150 millió forintból elkészült a demiéni 1,2 kilométeres szakasz. Ezzel teljessé vált az összeköttetés a két település között. Ahogy Fodor Géza a demién polgármestere köszöntőjében fogalmazott, egyfajta köldögzsinór jött létre a Gyógyvizek völgyében. A baleset veszélyt minimalizálta, ahhoz képest, amilyen áldatlan állapotok voltak előtte. Mondjuk, hála Istennek a kerékpárút nyomvonala maga az, hogy kitakarítódott, az a bokros rész eltűnt, ami előtte volt, és egy jó belátható szakasszá vált, de azért nem mindegy, hogy azoknak a kerékpárosoknak vagy gyalogosoknak hol kell közlekedni. A településvezető felidézte, 2012-ben még közösen pályázott a két önkormányzat a kerékpárút megépítésére, ám akkor forráshiány miatt tartaléklistára került a terv. Most külön-külön sikerült véghez vinni a beruházást, amelynek előnyeit élvezhetik az itt élők, és azok is, akik az itt található fürdőket szeretnék felkeresni. A demiéni szakaszon 8 pihenőhelyet alakítottak ki, illetve egy 40 férőhelyes fedett kerékpártárolót. Varga István, Eger-Szalóki polgármester kifejtette, fontos, hogy a két falu felismerte, egységben az erő, és nem versenytársai kívánnak lenni egymásnak, hanem közösen szeretnének fejlődni. Az új kerékpárutat dr. Török László plébános áldotta meg. Elhangzott, a tervek szerint a jövőben szeretnék bővíteni a hálózatot Eger és Kerecsent felé is.